beszélgetést, ami a stratégiai kabineten a vezetésen már zajlott, a közigazgatási bíráskodás jelenéről és jövőjéről. Ez a rendszerváltozás még nagy adósság. Ezek nem politikai ügyek, amik a közigazgatási bíróságon zajlanak. Egy építéshatósági ügy, vagy egy adóhatósági ügy, az úgy gondolom, hogy nem politikai ügy. Épp arról van szó, hogy nagyobb legyen a transzparencia, átláthatóság, és egy ügyfélnek legyen joga arra, hogy föllebezésben reménykedhet az állam döntésével szemben. Természetesen erre azt fogják mondani, hogy most is van ilyen, kétségtelen, de Európa abba az irányba halad, hogy az állami döntésekkel szemben, egyre több állami döntéssel szemben lehetőség van bírói fellebezéssel, bírói fölülvizsgálatra. Mi ezt szeretnénk kiterjeszteni, ezt szeretnénk mélyíteni, pontosítani ügyfelek érdekében. Nem titok, hogy a bíróság felállításának és a szervezeti strukturális és tartalmi reformnak a közigazgatás átalakítása az oka. Nem csak arról van szó, hogy új bírósági struktúra jön létre, hanem a új közigazgatási felrendtartás is. Krócsányi László, amikor elvállalta a miniszterséget, elmondta a parlamentben, hogy arra vállalkozik, hogy ebben a ciklusban a nagy eljárási törvények megalkotásra kerülnek. A büntetőeljárási kódex, a polgári eljárásra kapcsolatos különböző szabályok, szabálycsoportok, és természetesen a közigazgatási eljárás újra szabályozása. Ez a fő téma. Ennek egy részkérdése, hogy van-e Magyarországon önálló közigazgatási felsőbíróság, illetve hogy területi szinten a mostani közigazgatási és munkaügyi bírósági struktúrának mi lesz a sorsa és mi lesz a jövője. Az ön kérdésére, hogy csak a jelenleg hivatásos bírák lehetnek-e egy közigazgatási bíróságon bírák, azt tudom mondani, hogy az európai gyakorlatban mindenhol van átlépésre lehetőség. Mint ahogy bíró dolgozhatnak, amennyiben megfelelnek a jogi feltételeknek bírói munkájuk után közigazgatásban, így van arra lehetőség, hogy ha valaki a közigazgatásban megfelel a bírói alkalmazás feltételeinek, akkor átmenjen bírónak. Patyi András például valamikor bíró volt, méghozzá közigazgatási bíró volt. Csak egy példát mondok, de tudnék más példákat is mondani. Tehát nem politikai kérdés az, hogy a közigazgatásból van-e átjárás a bírói hivatás irányában. Nagy hiba lenne, hogyha ez lezárásra kerülne, akkor miért nem zárjuk ki azt, hogyha valaki ügyvéd, akkor később nem lehet bíró. Tehát ez ahhoz lenne hasonló. Tehát nem, még egyszer mondom, nem politikai kérdésről van szó, egy szakmai kérdésről van szó. Tudomások szerint több, mint egy éves egyeztetés előzi meg a közigazgatási eljárási jogszabályoknak a parlamenteri vitelét, amit mindenféleképpen meg fogunk tenni, most pedig ötpárti egyeztetésekre vállalkozunk. Kényes politikai ügyek, nem tudom, hogy szerepelnek ezeknek a bíróságnak az asztalán. Például egy környezetvédelmi engedély esetében, amit mondjuk megad a kormányhivatal, nagyon fontos, hogy legyen joga a felrendezésre adott esetben az ügyfélnek, mert mondjuk környezetvédelmi veszélyt lát. Tehát itt ilyen típusú ügyekről van szó. A tudatlanságot olvasom ki a mai hírekből és a tájékozatlanságot. Konkrétan ma a közigazgatási és munkaügyi bíróság előtt ilyen ügyek szerepelnek. Tehát akkor az is csak egy ilyen látszat vagy téves megközelítés, hogy ezzel akkor részben a bírói kar mostani szereplői lecserélhetőek lennének olyanokra, akik némiképp lojálisak a kormányhoz. Ne vicceljem velem, 100 bíróról beszélünk összesen. Az országban 100 bíróról beszélünk, 100 bírói állásáról beszélünk, és ez a töredéke annak, ami jelen pillanatban van. Szeretném azt is elmondani, hogy ezért a közigazgatás csak javult, mert a bírósági és bírói felvizsgálatoknak a száma folyamatosan csökken. Egyre kevesebb ügy kerül ki, és fogadják el az állam által hozott másodfokú határozatokat. Ez azt jelenti, hogy szilárdul a jogrend az elmúlt évekhez képest. Azt meg tudja a miniszter úr erősíteni, hogy Patyi András lesz az elnöke ennek az új közigazgatási bíróságnak? Nem, határozottan cáfolom ezt. Ez is a hülyeség kategóriába tartozik, azt tudom mondani.